A görög PAOK Thesszalonikével fogunk játszani szeptemberben. Igazából sokat nem tudok mondani erről a csapatról, biztos vagyok benne, hogy fizikálisan nagyon erősek lesznek. És hát már volt szerencsém belekóstolni ebbe az ifjúsági bajnokok ligájába, ugye tavaly a Ciprus ellen egy fél időt tudtam játszani, ott kint idegenben. Hát azt mindenképp tudni kell, hogy ezeknek a meccseknek teljesen más a hangulata és elégköre, mint mondjuk a hazai bajnoki mérkőzéseknek. Mindenki szeretne bizonyítani itt csapatszinten és egyénileg is. Ugye itthon fogunk ellenük kezdeni majd szeptember 28-án. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. A legfontosabb talán az lesz, hogy ne kapjunk itthon gólt, és akkor az idegenből lőtt gól nagyon sokat fog érni majd nekünk. Egy jó csapatot kaptunk, én örülök neki, hogy őket kaptuk, mert szerintem meg fogjuk őket verni, tovább fogunk jutni, én ebben biztos vagyok, és azt gondolom, hogy mindenképpen egy brusztos meccs lesz, egy kemény meccs lesz, és szerintem az úgy jobb lesz, hogy inkább egy olyan meccsen szeretnék játszani, ami egy keményebb, hajtósabb, mint sem egy olyan meccsen játszak, amit könnyen megnyerünk 6-7-0-ra. Tavaly úgy volt, hogy Cipruson kezdtünk, és abból a párosításból utána jól jöttünk ki. Aztán a Celtic ellen itthon kezdtünk, és ugye idegenben kiestünk, úgyhogy ez alapján azt mondom, hogy talán idegenben jobb volt kezdeni, de most így kell tovább jutnunk, és mindenképp erre fogunk törekedni.